A győri vasútállomás ezúttal rend és fegyelem uralkodott a pályaudvaron, de ez sokszor nem így van. Kéregetők, hajléktalanok, esetleg molesztálók is gyakran bukkanak fel a vonatokon, vagy éppen itt a békésen várakozó utasok között. Voltak kéregetők is már, de mit csinálnak, ilyen a világ, kéregetnek, hát nem tudom meg mit csinálni. Voltak, igen, mikor zaklattak, tehát egyértelmű, kéregettek is, illetve megszólítottak, főleg a hétvége az veszélyesebb, inkább a hajnali időszakok, mikor dolgozni szoktam menni. Tehát akkor a diszkósok, ugye a tinédzserek azok, akik inkább szemtelenebbek, tehát ők egyáltalán nem tisztelnek utasokat, sem a vonaton, sem az állomáson. Ezen változtatna a MÁV közelmúltban kinevezett új vezérigazgatója. A Gyeseftől érkezett Dávid Ilona a Magyar Nemzetnek adott interjújában elárulta, hogy a jegyvizsgálók és az utasok biztonsága érdekében a vonatokra utaskísérőket, a pályaudvarokra pedig rendészeket állítana. A rendteremtéshez az is hozzátartozna, hogy csökkentenék a vasútársaság vezetői állományát. Ahogy a MÁV első embere fogalmazott, megcsapolnák az évek óta csak duzzadó vízfejet. Mindeközben viszont új járművekre egyelőre nem futja a társaságnak, állítólag azért, mert pillanatnyilag nincs olyan uniós forrás, amit erre lehetne fordítani.